Az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság, a Városi Könyvtár és a Hétszínvirág óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosításán túl beszámolót hallgatott meg a könyvtár éves munkájáról, melyet a bizottság tagjai elfogadtak, és ahogy többen elmondták, elégedettek az intézmény tevékenységével. Ezen túl a könyvtár igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket, hogy továbbra is szeretné megőrizni az iskolák és az intézmény közötti jó kapcsolatot. Levelet is küldött a könyvtár vezetője az iskola vezetésének, hogy mivel 4 óráig a köznevelési törvény szerint 4 óráig az intézményben kell tartózkodni, ezért ők felajánlják, hogy ilyen különböző irodalmi órákat tartanak és hívják a könyvtárba a gyerekeket. A Hétszínvirág óvoda pedagógiai programját alapjában nem kellett megváltoztatni, hiszen az intézményben 2004-től művészeti program alapján dolgoznak, csupán az országos jogszabályi és törvényi változásoknak megfelelően kellett igazodnia az intézménynek a változásokhoz. Az országos óvodai alapprogram változott, s ennek megfelelően kellett átdolgozni a Sátoralja újhelyi óvodának a pedagógiai programját. Bekerült a köznevelési törvénybe, illetve az országos alapprogramba is a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás. Ez természetesen a hátrányos helyzetűt, aki felzárkóztatásra szorul, a tehetséggondozás mind-mind, illetve a sajátos nevelési igényt tartalmazza. Módosult a nemzetiségi nevelés szabályozó jogszabály is, mely érinti az új helyi intézményt is, hiszen a Hétszínvirág óvodában szlovák, német és roma nemzetiségi nevelést is folytatnak. Emellett a sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó irányelvek is módosultak. Ezt is figyelembe véve a nevelőtestület átdolgozta az óvoda pedagógiai programját, az intézmény vezetője a jogszabályoknak megfelelően elfogadta és beterjesztette a szakbizottság elé.